Köszönöm. Az első az a Szőlősi Gábor féle íjászat témában lenne inkább egy kiegészítés. Amit Gábor elővezetett, az bizonyos török technika, amit mond, az az arab források, illetve az iszlám íjásziskola tükrében a legnyugatabbi feszítési technika, mert ezek több, tehát hogy mondjam, egymás vett élő technikák voltak annak idején, tehát megvan az a bizonyos forrássoport, amiben lehet összerakni a többi fajtát. Tehát azt mondja Gábor, hogy nem különbözik a török technika a nyugati tartástól és a célra merőleges fordulástól. Van olyan, ahol befordul az íjász, tehát ez működőképes dolog. Az, hogy a mostani oszmán törökök, ha nevezük így őket nem túl helyesen, mit választanak, az egyén döntés kérdése. Tehát neki ez jött be feltehetőleg, ez egy veszélyforrás, hogy akkor ezt tekintik ők, a mai modern törökök egyfajta mondjuk járható útnak. Ehhez képest pont a magyar forrásból jön az, hogy valószínűleg ezek az ügyek egészen tovább élhetek együtt a fülhöz húzás és társai. Ilyenkor meg kell nézni a források különböző csoportjait, hova húzták, illetve van-e más forrás erők később, hogy hogyan működik. Az egyik. Hát aztán a Tibornak a dolga az inkább kérdés, hogy mit csinál például Pengés heggyel, amikor azt tűzi be a Tegezbe. Nem vágja szét a Nevesz csíkját? Nem. Aha. Bocsánat, az egy hibám, hogy gyakorló nyilakat hoztam, mert pont inazás alatt vannak a harci heggyel szerelt nyilaim, de széles pengéjű heggyel szerelt nyilakat is húztam már ki, és különösebben nem. Tehát a nyíl hátsó széle az ugye nem éles. Világos. Az az íves, az simán. Le van próbálva, kérdez. Hogy működik a dolog, és nincs ez egy ilyen veszélyforrás. Ugye ez tipikus példa, hogy az ember kitalálja asztal mögül, hogy hoppá, ez itt gond lehet, és kiderül, hogy nem gond. Hát akkor lenne gond, ha mondjuk szakállas hegyeket használnék, de leginkább akciófilmekbe szerepelnek. De történelmi hegyek között ritka az a kifejezetten visszafele tüskés szakállas hegy, ami kirántaná mondjuk ezt a nemes csíkot. Tehát a jellegzetes török széles-pengéjű hegyekkel, amiknek a hátsó fele ívesen megy át a vesszőtest, de azok szépen kijönnek. Működnek, értem. Igen. Még egy dolog, a fegyverváltás technikájára, tehát tudása, az egy olyan kritikus pont a keleti harcosoknál, amelyiket nagyon kell tudniuk. Ezzel hogy állsz? Tehát Szabja, eltétel és társai, mennyire tudtál edzeni az elmúlt mondjuk egy évben? Nem sokat, sokkal többet kéne, hogy elve korabeli szintre jövök, de hát igyekszem. Hát lovagolni is sokat kéne, az íjat is használni, de hát gyakorlom. Tehát gyakran előveszem a Szabját, meg visszateszem, hogy egyre rutinosabban menjen az íjat is a Tegezbe. Csak hát ugye örülök, ha kimenni a lőtére van időm. Igen, modern kölgyenek, tehát aki hobbi szinten műveli, az ebbe belefut. Igen. Tehát tudom, hogy sokkal gördülékenyebben is mehetne a dolog. Köszönöm. Másnak van esetleg kérdése? Elnézést, a Szőlősi úrtól kérdezném, hogy tulajdonképpen a török íjászat és a török íjfeszítésnek a kutatása hozott-e valami plusz eredményt mondjuk a magyar íjfeszítéssel kapcsolatban, mert úgy tudom, hogy az eléggé homályos pont még. Továbbra is homályos. Ami támpontot adhatna, hogyha kerülne elő íjászgyűrű lelet, tudomásom szerint 10. század, 12. század előttről nincsen. Nem jutottunk közelebb a magyar íjfeszítési technikákhoz azzal, hogy megismerkedtünk a törököknek ezzel a kiválasztott egyfajta iskolájával. Ez azért eléggé a távlövő iskola. Tehát a harci használatban lehettek még ezen kívül más technikák, vagy ettől eltérő technikák is. Még kérdés esetleg valakinek? Jó, akkor köszönjük szépen. Arról, hogy tanulságos-e ez nekünk, vagy nem tanulságos, mert a keleti lövéstechnika, azt gondolom, hogy tanulságos mindenképpen. Ugye ez a Tegez, amit a Tibi bemutatott, ez a pandantja annak a Tegeznek, amit a honfoglalók használnak, csak egy más, tehát pont szemben használja a dolgot. Az a lényeg, hogy valahol meg kell fogni a nyilat, és utána rá kell csapni az íjra. Ez hátrafele húzza ki a honfoglaló, meg előrefele húzza ki a Tegzéből a nyilat. Most ugye a Tegez, meg az íj, az egy rendszert alkot, tehát ez egy egyben működő rendszer, nem lehet külön használni a dolgot. Ez a technológia, tehát az, hogy itt van oldalt a Tegez, itt van az íj, az eléggé a jobbról, tehát igen, jobb oldalról való rácsapást az íjra eredményezi, ami viszont eléggé markánsan együtt jár a hüvelykujjas húzással. Persze nincsen
gyűrünk, ez teljesen igaz. Egyébként vannak gyűrűk, csak teljesen szorványok, és nem tudják belökni őket, és valószínűleg egyébként tényleg későbbiek, viszont nem biztos, hogy törökök. Ettől még lehetnek kunok természetesen. Van egy csomó olyan leírásunk, ami Gábor is említette, hogy szaru. Szaru az a legkényelmesebb anyag a gyűrűhöz, mert meleg. Tehát télen sem fagy oda az ember ujja hozzá. Meg keleten használtak bőrgyűrűket is, meg nem is csak gyűrűket használtak, hanem szalagokat is, egyszer csak megtekeri az ujját és azzal lő, illetve állítólag használják ezt gyűrű nélkül is, akik eléggé profik. Úgyhogy igazándiból azt gondolom, hogy ez egy irányvonal arra, hogy gondolkozzunk, és hát persze a biztos tudás az meg nincs a birtokunkban.